Ruda Bányecsken, a görögkatolikus templomban, ott, ahol gyermekként még hittanra járt, tartja meg primíciáját Gergely Tamás. A településen nevelkedett diakónus számára fontos, hogy az esemény keretein belül megköszönje mindazok segítségét, akik támogatták abban, hogy a papi hivatást válassza és célját elérje. A Miskolci Egyház még ez zarándoklatán Mária Pocson szentelte pappá Atanász püspök Gergely Tamás diakónust. Itt a primiciámat, pontosabban az első szent liturgiámat fogom bemutatni ebben a közösségben, ahonnan én kinőttem. Ez egy háladó liturgia. Azokért a kegyelmekért, amit én itt kaptam, azokért az emberekért, akiket én itt kaptam, és akik az egyháznak adtak engem, azokért a lelki atyákért, akik ezen az úton tereltek engem, akiknek a nagy része velem együtt fog itt ünnepelni ezen a liturgián, és ennek a liturgiának a végén pedig az új misés áldásomat fogom majd a hívekre adni, akik megjelennek a liturgián. Mindenkit nagy szeretettel várok, az egész közösséget hívtam és vártam erre az alkalomra, hogy együtt adjunk hálát a mindenható Istennek, mert minden hálánk az Isten felé szól, illetve a szűzanya felé irányul, hiszen nem köszönhetünk magunknak semmit, mert mindent Istentől kapunk. Elmondása szerint azért is választotta ezt a hivatást, mert gyermekként elvarázsolta az a szeretet és összetartás, amelyet a szent liturgiák keretein belül kapott. Ez vezetett el odáig, hogy úgy döntsön, ő is egy közösség élére szeretne állni és vezetni őket Isten felé. Amikor én még gyermek voltam, és amikor még itthon éltem, 18 éves koromig még gimnázium éveimet is új helyben töltöttem, addig még a közösségre az volt a jellemző, hogy igazából csak az nem jött a templomba, aki beteg. Tehát, hogy annyira átszűtte a liturgia a mindennapjainkat, a vecsernyami, az alkonyati zsolozsma, az útrenyami, a reggeli zsolozsma, a szent liturgia, ezek annyira átszűtték a mindennapjainkat, hogy mindenki itt volt a templomban, fiatalok, idősek, gyermekek, és ott szolgáltunk az oltárkül az atyákkal, és nekem nagyon-nagyon tetszett ez a megtartó erő, hogy az egyház az, ami megtartja az embereket, és ami jó útra tudja vezetni az embereket. Ugye keleti egyházban azért is mondja, a pap háttal végzi a liturgiát a híveknek, mert vezeti őket az Isten országa felé, és valahogy ez fogott meg engem az, hogy én is részese lehetek ennek a munkának, én is egy segítőtársa lehetek Krisztusnak, aki vezeti, vagy akihez vezeti a papa híveit. Primíciáját szülőfalujában Ruda Bányecskán mutatja be július 25-én. Egyházi szolgálatait elsőként Miskolcon, a Székesegyházban és az idősek otthonában végzi majd.